Újabb nemzeti konzultáció lesz ezúttal a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról, jelentette be a miniszterelnök. Egy éve ezen a napon történt a Hableány tragédiája, a külügyminiszter és a főpolgármester is emlékezett. Tarlós István szerint olyan rossz állapotban van a Lánchíd, hogy nem szabad tovább késlekedni a felújításával. És eladtak és prostitúcióra kényszerítettek nőket, 3 szolnoki férfit fogtak el a rendőrök. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Nemes Anna. Jó napot kívánok, ez az ATV híradója délben. Újabb nemzeti konzultáció lesz ezúttal a koronavírusról, a gazdaság újraindításáról és a válságkezelésről, jelentette be a miniszterelnök az állami rádióban. Orbán Viktor azt is megjegyezte, bevetési egység alakult az esetleges vírus gócpontok ellen. A kormányfő az unió válságkezelő csomagjával kapcsolatban azt mondta, rossz esetben akár még az unokáink is fizethetik a hitelt. Ez egy jó lehetőség, mert mindenki elmondhatja a véleményét. A járványügyi veszélyhelyzet hetekig marad még velünk. Orbán Viktor azonban péntek reggel bejelentette. Újabb nemzeti konzultációt indít a kormány. A kérdőív nagy része az elkészült, ma délelőtt még ezzel foglalkozom, és ha sikerül, akkor le is zárom ezt a kérdést, és ma délutántól meg tudjuk indítani a nemzeti konzultációt, amely a koronavírusról fog szólni, és a gazdaság újraindításáról fog szólni. A miniszterelnök a Kossuth rádióban azt is elmondta, enyhül a járvány, de még senki sem dőlhet hátra. Lokálisan szerinte ilyenkor is megugorhatnak a fertőzések. Ennek megakadályozására bevetési egység alakult. Úgyhogy tegnapi napon arra utasítottam az operatív törzset, hogy egy ilyen bevetési egységet hozzon létre. Tehát van egy központi egységünk, amelyben mindenfajta szakember van a vegyvédelmistől az orvosig, és ha bárhol az ország bármely pontján egy ilyen felszaporodását figyeljük meg az eseteknek egy-egy intézményben, akkor a bevetési egység azonnal megjelenik ott, és lokalizálni tudja a fertőzést. A kormányfő az Európai Unió tervezett 750 milliárd eurós válságkezelő csomagjáról is beszélt. Mint mondta, nem utasítja el azonnal, de veszélyei is vannak a részben támogatásból, részben hitelből álló csomagnak. És ez azt jelenti, hogy mintha 30 évre akarják fölvenni, még az unokáink feje fölött is ott lebeg majd az a lehetőség, hogyha nem a magyarok, hanem valaki más nem tudja visszafizetni a hitelét, akkor majd nekik kell helyettük visszafizetni. Amint arról a miniszterelnök saját Facebook oldalára is kitett egy videót, 10 éve ezen a napon iktatták be a második Orbán kormányt. A miniszterelnök nem csak erről, hanem a rendszerváltás kerek évfordulójáról is beszélt. Orbán Viktor úgy véli, nem sikerült megfelelő változásokat elérni 30 éve. Az a harc, ami a régi rezsim, tehát a kommunista világ képviselői és az új világ képviselői között ilyenkor előszokott jönni, az nem zárult le az első nem kommunista vagy antikommunista Antal József miniszterelnök úr, Isten nyugosztalja, vezetésével megalakult kormánnyal. A kormányfő azt is megemlítette. A 2010-es kormányra kerüléskor ezt a harcot szerették volna lezárni, ezért alkottak új alaptörvényt. Egy évvel ezelőtt történt a Hableány tragédiája a Dunán, az évfordulón több megemlékezést is tartanak Budapesten. Magyarország legsúlyosabb folyami hajóbalesetében 27 ember halt meg, egy utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Délelőtt a hajót üzemeltető Panorámadek hajózási társaság ökumenikus szertartással emlékezett az áldozatokra. Ezután a Dunaparton is volt egy megemlékezés, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Karácsony Gergely főpolgármester és a Koreai Köztársaság budapesti nagykövete mondott beszédet. A Lánchídból biztosan nem lehet gyalogos hidat csinálni, ezt Tarlós István mondta az egyenes beszédben. A volt főpolgármester szerint ennek két oka is van. Egyrészt az úttesten sétálva nem lehet kilátni róla, másrészt amíg nem épül meg a Galvani, illetve az Aquincumi híd, addig nem lehet kivonni az autós forgalomból. Tarlós István szerint már rég ki kellett volna írni a tendert, ugyanis bármikor előfordulhat, hogy egy autó tengelyig bezuhanjon egy kátyúba a Lánchídon. Egyrészt sokkal drágább lesz a felújítás költsége további időhúzás esetén, de ami ennél rosszabb és veszedelmesebb, hogy ez egy műemlékhíd, egy szimbólum egyben, hogy hamarosan bekövetkezhet az az állapot, hogy a felújítás lehetősége megszűnik.
Tehát megszűnhet a lánchíd, mert olyan állapotba kerülnek az acélszerkezetek, hogy nem lehetséges lesz már felújítani ezeket. Legalább 2000 szurkoló róttal a kegyeletét a Deák téren, ahol a múlt pénteken meggyilkolt futballdrukker fiatalokra emlékeztek. A résztvevők között voltak a Mi Hazánk mozgalom szimpatizánsai, akik előtte az Országos Roma Önkormányzat székháza előtt tartottak demonstrációt. Az eseményen és a gyilkosság helyszínén is nagy volt a rendőri készültség. Az Országos Roma Önkormányzat közleményében arra kérte a romákat, hogy ne üljenek fel a provokációnak. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, Budapest nem tűri a rasszista uszítást, semmilyen tragédia nem lehet ürügy a megfélemlítésre és az önbíráskodásra. Nem a békés véleménynyilvánítást kell büntetnie a hatóságnak, hanem megakadályozni, hogy nácik dúlják fel a város rendjét, fogalmazott Karácsony Gergely. Június végére helyreáll a normális működés az egészségügyi rendszerben, erről Gulyás Gergely beszélt a Kormányinfón. A miniszter úgy fogalmazott, Magyarországon a korán meghozott szigorú intézkedéseknek köszönhetően nem volt tömeges megbetegedés. A miniszter szerint a baloldali pártok nem vettek részt a járvány elleni védekezésben. Iskolaőrség felállításáról döntött a kormány, az intézkedés mintegy 500 iskolát érint, ebből körülbelül 140-150 szakiskola. Iskolaőrt fogunk alkalmazni, az iskolaőrnél fegyver nem lesz, de egyébként más kényszerítő eszközök lehetnek, és intézkedési jogosultsága van abban az esetben, hogyha ez erőszak megakadályozása érdekében szükséges. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint lesznek olyan intézmények, ahol örülni fognak az iskolaőrség felállításának, de Szűcs Tamás szerint komplex megoldásra lenne szükség. Kétségtelen, hogy veszélyben vannak a pedagógusok, de bizonyos értelemben az agresszió, az a tanár, diák, szülő, tanár, mind a három szereplő történetében jelen van. Minden olyan módszer, amely csak az egyiket kezeli, az egyik fajta agresszióra próbál választ adni, hosszú távon kudarcra van ítélve. A miniszter azt mondta, 4 ütemben tér vissza az egészségügy a normális működésbe, ez június végéig teljes egészében meg fog történni. Azt látjuk, hogy sehol máshol a világon nem járt együtt ennyi felelőtlen kórházi ágy kiürítéssel a védekezés, sehol máshol a világon nem volt ilyen magas a halálozási ráta, tehát egyértelmű, hogy a veszélyhelyzet alatt bevezetett egészségügyi rend megbukott, és azt azonnali hatállyal vissza kell vonni. Gulyás Gergely a Kormányinfón úgy fogalmazott, a baloldali pártok nem vettek részt a védekezésben, hanem a kormányt és a védekezés irányítását végző szakembereket támadták a veszélyhelyzetben is. A miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a többi ellenzéki pártról is. Egy korábban Gyurcsány Ferenc és pártja által nácinak minősített párt ma velük árul valóban egyékenyen, velük borul össze, velük tervezi a jövőt, és egyértelműen baloldali pártá vált, a Jobbik valóban ma már ballik, arra nem nagyon van példa. Ebből látszik, hogy a legszélsőségesebb párt, ami a demokratikus koalíció ebben az országban, meg a legelftánebb párt, ami a Jobbik, könnyen egymásra találhat. Az, hogy egy múlva miniszter bárgyú arccal milyen sértéseket fogalmaz meg velünk szemben, az a Jobbikot nem érdekli. Az, hogy éppen Gulyás Gergely minket vizionál, ez legyen az ő problémája. A Jobbik töretlenül halad azon az úton, amellyel a válaszok megbízták, és amellyel a tagságunk is mögöttünk el. A miniszter azt mondta, a koronavírus járvány elleni védekezés eredményes volt, ezért lehet megszüntetni a rendkívüli jogrendet, az egészségügyben azonban fenn kell tartani a járványügyi készültséget. Szerkezetkész állapotban van a Magyar Zeneháza a Városligetben, az épületben zenetörténeti kiállítás és koncertek várják majd a látogatókat várhatóan 2021. decemberétől. A Biodóm melletti parkolóhely kialakítása viszont nézeteltérést okoz a főváros vezetése és a Budapesti Fejlesztési Központ között. Itt lesz a szabadtéri színpadunk, gyerekeknek, családoknak. Majdnem szerkezetkész állapotba került már a Magyar Zeneháza a Városligetben. A romos Hung Expo irodaházak helyén épülő létesítmény több emeletnyi, egyes szakaszokon 12 méter magas, szerkezeti osztás nélküli 94 darab üvegfalával egész Európában egyedülálló. Lehet látni már, hogy tulajdonképpen hogy fog ez kinézni, rendkívül inspiratív egyébként, de hát a részletek majd, a tartalom, hogy a kiállítás, a hangversenyező tér, a múzeum és koncertpedagógiai terek, tehát ezeket kell nagyon jól megcsinálni.
A zöldház minősítést elnyert épület várhatóan 2021. decemberében nyit majd meg a látogatók előtt. A Liget Budapest projektben több intézményfejlesztési program is szerepel, melynek legnagyobb részért az állam felelős. Három épület vitatott még, ugye van a biodóm, amelyet a fővárosnak saját kebelében kell megoldania. Ugye az állam nyitott az együttműködésre, nyilván ez megfelelő tárgyalásokat igényes megállapodást. És van három épület, amit a főváros jelen pillanatban nem kívánja megépüljön, az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innovációháza és a Városligeti Színház. Remélem, hogy ez a vélemény változik. Most épp a biodóm melletti parkolóról alakult ki vita. Közösségi oldalán Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója arról írt, bízik benne, hogy a főváros törli a parkolóház megépítését a Városligeti építési szabályzatból. A főpolgármester helyettes azt mondta, a főváros egyáltalán nem akarja a mélygarást, az csak a szabályok miatt szerepel a tervben. Nincs szándékunkban megépíteni, és szeretnénk a kormánynak a hozzájárulását kérni ahhoz is, hogy a lehetőséget teremtsék meg, hogy még azt a kötelező 67-et se kelljen megépíteni, amit a biodóm miatt kell. Vitézi Dávid híradónknak úgy nyilatkozott, idézem, olyat, amit nem akarunk megépíteni, azt nem kell szerepeltetni egy építési szabályzatban, mert erre jogszabályi előírás nincs. A kormányrendelet speciális szabályokat határoz meg erre a beruházásra, ami miatt nincs szükség itt sem megépíteni ezt a parkolóházat, sem az azt lehetővé tevő jelzést elhelyezni az építési szabályzaton, ami azért azt jelenti, hogy ha az ott van, akkor az bárki bármikor megépítheti. Én azt gondolom, hogy 67 helyre meg nyilván nem is épít garást meg parkolóházat. A téma minden bizonnyal szerepel majd a főváros és a kormány hamarosan folytatódó egyeztetésein. Interjút adott híradónknak a Színház és Filmművészeti Egyetem rektor helyettese, miután kiderült, hogy az intézmény alapítványi modellváltásának határideje a vártnál sokkal korábban, szeptember 1-én megvalósul. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által benyújtott törvénytervezet célja állításuk szerint az, hogy az egyetem hazai és nemzetközi szinten elismert tudásközpont szerepe tovább erősödjön. Benyújtotta az országgyűlés elé a Színház és Filmművészeti Egyetem modellváltását szabályozott törvénytervezetét az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Közleményük szerint az intézmény társadalmi gazdasági környezete és a felsőoktatás ágazati irányítása olyan kihívásokat támaszt, amelyek csak egy korszerűbb működési modellben valósíthatók meg. Meglepett bennünket a hír. Az átalakítás ténye nem, arról tudtunk korábban is, mindenféle tájékoztatások és megbeszélések folytak már korábban is. Az időzítés az megdöbbentett bennünket. Ez nagyon nagy sietségnek tűnik, és a sietség és a megfontoltság, az alaposság nem mindig jár kéz a kézben. Mit gondolnak, hogy ennyi idő alatt mit lehet az önök részéről megtenni, vagy mi a feladatuk most? Hát mi mindent megteszünk, amit a normális átalakulás érdekében meg kell tennünk, hiszen az érdekünk az, hogy a hallgatók jogai ne sérüljenek, az oktatás és a művészi munka színvonala ne csökkenjen, de képtelennek tűnik a feladat ebben a pillanatban. Híradónk megkereste az Innovációs és Technológiai Minisztériumot. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a változás mit jelent az egyetemre nézve, és mit akar a korszerűbb működési modell. Választ is kaptunk, amelyben az új működési modell célja, hogy erősítse az intézmény hazai és külföldi elismertségét, a hallgatók korszerűbb, nemzetközi szinten is színvonalas képzést kapjanak, így az átalakítással az ott tanuló és végző fiatalok filmipari és színházművészeti esélyei, lehetőségei jelentősen javuljanak. Erről is megkérdeztük az egyetem rektor helyettesét. Azt mondta, szerinte nincs gond az egyetem elismertségével, de mint mondtam, sok mindent lehetne tenni azért, hogy a hallgatók méltóbb körülmények között kerüljenek a pályára. Folyamatos, nagyon-nagyon-nagyon régi infrastruktúra és forrás hiánnyal küzdünk, ami nagyon sok lehetőséget elvesz tőlünk. Nagyon sok lehetőséghez nem hagyja hozzájutni a hallgatókat és az oktatókat. Ha ezen a téren bármiféle előrelépés történik, akkor hajrá éljen, és ezt nagy-nagy örömmel üdvözöljük. Upor László szerint jelenleg időre és nyugalomra lenne szüksége az egyetemnek. Egy nap alatt 8 fertőzött halt bele a koronavírus szövődményeibe, így az áldozatok száma 517-re emelkedett. Közben 25 új fertőzöttet regisztráltak a szakemberek, az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent, jelenleg 1300 esetről tudnak. Eddig 1996-an gyógyultak meg. 384 beteget ápolnak kórházban, 24 embert kell lélegeztetni.
Július 1-én fizetik ki az egészségügyi dolgozóknak ígért 500 ezer forintot, erősítette meg az emberi erőforrások minisztere az Emmi által közzétett videóban. Kásler Miklós hozzátette, ez minden egészségügyi dolgozót érint, aki a járvány elleni küzdelemben aktívan részt vett. A miniszter azt is mondta, a 2030-ig tartó egészségügyi reform keretében egyebek mellett szétválasztják az állami és magánegészségügyet, a kórházakat pedig úgy akarják tehermentesíteni, hogy a házi orvosokat felszerelik műszerekkel, hogy ne a betegeket, hanem az eredményeket küldjék a kórházaknak. Puszi és ölelés nincs, nyári tábor viszont lehet. A szülők háromnegyede legalábbis a járvány ellenére is szeretné, ha táborba menne a gyereke. A kormánybiztos vándortábort javasol a gyerekeknek, a legnagyobb hazai táborok szervezői pedig összefogtak, hogy minimálisra csökkentsék a fertőzés kockázatát. Az a legjobb a táborozásban, hogy az emberekkel, a barátaimmal tudok beszélni, és alapból a közösség, ami nagyon tetszik a táborokban. Ábel 9. osztályos is azt mesélte híradónknak, hogy a táborozás azután különösen felértékelődik, hogy hónapokon keresztül nem, hogy a barátaival nem tudott találkozni, de az otthonukból is alig tehette ki a lábát. Hiába van napról napra kevesebb koronavírus fertőzött az országban, a járvány miatt különösen szigorú óvintézkedéseknek kell megfelelni minden napközis és ottalvós táborban. Pénzes Erzsébet, a kerékpáros vándortábor koordinátora, azt is elmondta, hogy ez mit is fog jelenteni a gyakorlatban. Lesznek új programok. Esti közös lázmérés. Az nyer, akinek a legalacsonyabb a testhőmérséklete. Lesz reggeli vidám maszk ellenőrzés. Lesz szintén nagyon vidám fertőtlenítés. Se puszi, se ülelés, köhögési etikett betartása, gyakori és alapos kézmosás, korlátok, kilincsek, csempék és gyermekjátékok napi szintű fertőtlenítése. Ez csak néhány tétel a Nemzeti Népegészségügyi Központ nyári táborokra vonatkozó járványügyi megelőző szabályzatából. Tóth Béla, a táborfigyelő.hu ügyvezetője az ATV Start című műsorában arról beszélt, hogy egyes felmérések szerint a szülők háromnegyede ennek ellenére is pártolja, hogy legyenek táborok. Alig várom, hogy a gyerekeim elmenjenek vándortáborba. Vándortáborba fognak menni mind a négyen, úgyhogy szerintem az immunrendszerük, az egészségi állapotok, a mentális állapotok a vándortáborba jobb lesz, mint itt az online világ végén. A kormány biztos ezt már a júliusban induló vándortáborokról szóló sajtótájékoztató mondta híradónknak. Ribisz Máriusz szerint a járvány idején a legjobb döntés olyan tábort választani, amely a zsúfolt helyektől távol esik, és a környező kiránduló útvonalak is a természetben haladnak. Ez viszont nem mindenhol megoldható. A három legnagyobb hazai tábor szervezője például összefogott és felmérést végzett a szülők körében, hogy mitől éreznék még nagyobb biztonságban a gyermekeiket. Nálunk például azok a foglalkozások, amelyek eddig beltérben zajlottak, biztos, hogy kint lesznek majd, és már tudjuk is, hogyan. Ezt várják a szülők leginkább, valamint kézfertőtlenítő állomások kihelyezését, és még alaposabb takarítást, mint ami az előírásokban szerepel. 78 éves korában elhunyt Oplatka András újságíró, történész, műfordító. A halálhírről a Népszava számolt be. Oplatka Andrást hosszú, súlyos betegség után Svájcban, Zürich melletti otthonában érte a halál. Sokáig külpolitikai újságíróként dolgozott, tudósított Stockholmból és Párizsból is. Műfordítóként 19.-20. századi magyar szerzőket ültetett át németre. 2013-tól a Magyar Tudományos Akadémia külsős tagja volt. Oplatka András 2016-ban Prima Primissima díjat vehetett át magyar sajtó kategóriában. Lángokban áll Minneapolis, az amerikai városban tüntetők kezdtek el gyújtogatni és fosztogatni, tiltakozásul amiatt, mert a hét elején rendőri intézkedés közben meghalt egy fegyvertelen afroamerikai férfi. Ráadásul még mindig nem nyugszanak a kedélyek a Georgiában történt támadás miatt sem. Ott két fehér férfi lőtt le egy kocogó feketét, megrázó felvételek következnek. Lángoló lakóépülethez hívták ki a tűzoltókat Minneapolisban, ahol kiégett járműveket is látni az utcákon. A házakat és gépkocsikat szándékosan gyújtották fel csütörtökön hajnalban a tüntetők, akik a rendőri rasszizmus és brutalitás ellen tiltakoztak. Az amerikai városban egy nagyobb robbanást is hallani lehetett. Fosztogatások is voltak, ebbe az üzletbe is betörtek. A feldühödött tüntetők nem kímélték a szupermarketeket és gyors éttermeket sem.
A rendőrök könnygázzal próbálták oszlatni a tömeget. Többfelé voltak gyűjtogatások és fosztogatások. A polgári engedetlenség terjedőben van, ami sajnálatos, mert nem így kell megemlékezni egy ellenzékiről, mondta a helyi rendőrség szóvivője, aki méltatta a kollégáit, akik szerinte visszafogottan viselkedtek. Hétfőn este viszont aligha léptek fel visszafogottan a minneapoliszi rendőrök. Egyikük 9 percig térdelt egy letepert afroamerikai férfi nyakán, aki hiába jelezte neki, hogy fuldoklik. A 46 éves fegyvertelen férfi végül meghalt. A 4 intézkedő rendőrt később elbocsátották. Jacob Frey polgármester pedig nyugalomra intette a lakosságot, és igazságot követelt az áldozat családjának. Az Egyesült Államokban már egyébként is magasra hágtak az etnikai feszültségek. Februárban ugyanis Georgia államban 2 fehér férfi, apa és fia, agyonlőtt egy fekete kocogót. Állításuk szerint összekeverték egy betörővel. Az ügyben azonban a nyomozók csak 2,5 hónap után a közfelháborodás hatására léptek. Donald Trump elnök nyugtalanítónak nevezte a történteket. Eladtak és prostitúcióra kényszerítettek nőket, 3 szolnoki férfit fogtak el a rendőrök. Egy otthonban nevelkedett lányt 40 000 forintért adtak el, egy másik nőt pedig Olaszországba utaztatták ki, ahol szexuális szolgáltatást kellett nyújtania. A nőket gyakran megverték és el is kábították. A rendőrök egy összehangolt akcióban mindhárom férfit elfogták. A NAV kommandósai másodszor csaptak le egy szójával kereskedő bandára, míg korábban a jogosulatlan áfa visszaigénylés volt a céljuk, most a versenytársakkal szembeni piaci előny megszerzése a vád ellenük. 2 év alatt másodszor kattant a BIM banda tagjainak a kezén a bilincs. Először több milliárdos áfacsalás volt a vád ellenük, az az ügy jelenleg is folyik, azonban szabadlábon védekezhettek az elkövetők. A banda tagjait a folyamatban levő büntető ügy sem tartotta vissza az újbóli csalás elkövetésétől, pedig az előző ügy miatt is hosszú börtön várhat rájuk. Ismét szójás áfacsalással próbálkozott egy bűnszervezet. A banda Szlovéniából szlovák ügyvezetők által irányított gazdasági társaságoktól vásárolt brazil szóját, melyet itthon az üzleti partnereinek már áfa nélkül értékesítettek. Az elkövetők egy külön könyvelőirodát tartottak fel arra, hogy az adminisztrációs teendőket ellássák, banki ügyintézés, EKRS ügyek intézése és bejelentések, illetve a továbbszámlázás kapcsán. A vád most is bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás. A jelen esetben figyelemmel arra, hogy az elkövetők már úgynevezett bűnismétlők, tehát velük szemben indokolt volt a kényszerintézkedés elrendelése, és az okozott vagyoni hátrányra tekintettel, valamint arra, hogy a cselekményüket bűnszervezetben követték el, akár 20 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők. A nyomozók a bűnszervezet 3 irányítóját őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták. A pécsi járásbíróság a bűnismétlés miatt elrendelte letartóztatásukat. A híradó után jön a Fórum Somos Andrással. Szervusz András, milyen témákat ajánlasz a nézőknek? Szervusz Anna, üdvözlöm a nézőket. Képzeld Anna, hogy nagyon sokakat érdekel az iskola őrség felállítása, hogy erre miért van szükség, és hogy egyébként a családbarát kormány szociális hálója az miért ennyire lukas, hogyha tulajdonképpen az iskolában csak egy rendvédelmi közeg tud eredményt elérni. Aztán ez volt a délelőtti helyzet, csak úgy mondom. Aztán Gulyás Gergely azt mondja, hogy a baloldal nem vett részt a védekezésben. Egyébként ettől teljesen független állításai Jobbik már nem is jobboldali, hanem baloldali, a kormányzat szerint. Már hogy ha Gulyás Gergelyt tekinthetjük a kormányzat nevében a Kormányinfón megnyilvánuló személynek, akkor itt arról van szó, hogy a kormány szerint a Jobbik az baloldali. És hát nem is tudom, Orbán Viktor azt mondta, hogy új konzultáció indul, most délelőtt ezzel foglalkozik ott a Karmelita Kolostor, hát nem tudom, hogy erkélyén vagy szobájában, és hogy azután, miután áttekintette a nyitott kérdéseket, azért megkérdezi az embereket, hogy mit szólnak Soros György újabb tervéhez, az örök kötvényhez, amely ugye egy olyan konstrukció, amely alapján hosszú távon fizethetnek azok az országok, akik fölveszik ezt a kölcsönt. Nem Soros Györgytől, bárkitől. Köszönöm szépen, András. Most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a fórum. Maradjanak velünk, hívják Andrást.
Híradóval legközelebb 17:25-kor Gajdos Tamás várja önöket. Én már megköszönöm a figyelmüket. Szép napot, szép hétvégét, viszontlátásra!